A közelmúltban elkezdődtek egy új, harmadik gyermekorvosi rendelő kialakításának munkálatai a Püspökladányi Rendelőintézetben. Mivel az új rendelő a már meglévő gyermekorvosi rendelőkkel egy térben lesz kialakítva, illetve közös váróteremmel fog azokkal rendelkezni, ezért a laboratórium átköltözött a szomszédos rendelőbe. A részletekről dr. Komoróci Károly, a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Intézmény ügyvezető igazgatója tájékoztatta televíziónkat. A Püspökladány képviselőtestülete úgy döntött, hogy kialakít egy harmadik gyermekgyógyászati szakrendelőt is, vagy rendelőhelyiséget is. Ez egyébként tényleg időszerű, hiszen három gyermekorvosi körzet van Püspökladányban, még ha az egyik helyettesítésre is van betöltve. És ahhoz, hogy ezt a harmadik gyermekorvosi körzetet ki tudjuk alakítani, egy megfelelő helyiséget kellett biztosítani a rendelőintézeten belül. Célszerű szakmailag, hogy a három gyermekorvosi rendelő mindenképpen összeköttetésben legyen egymással. Tehát a várótermük közös legyen, hiszen a gyermekek nem szerencsésen keverednek a felnőtt páciensekkel, esetleg a egészséges gyermekek a beteg gyermekekkel, vagy talán az egészséges gyermekek a beteg felnőttekkel. Tehát ahhoz, hogy szakmailag ezt megfelelőképpen meg tudjuk oldani, hogy a gyermekeket tényleg biztonságban tudjuk a várakozás ideje alatt is, ezért kényszerültünk arra, hogy egy már működő helyiséget alakítsunk át gyermekorvosi rendelőnek. Ez a laborhelyiséggel egyébként semmi baj nem volt, megfelelőképpen ellátta a feladatát, és ugyanúgy el fogja látni majd reményeink szerint a gyermekorvosi rendelői feladatát is. Azzal, hogy a folyosón egy ajtót fogunk vágni, ezzel összeköttetésbe kerül majd a három rendelő, közös váróterem lesz, és így megfelelően biztosítva lesz az, hogy a gyermekek megfelelő körülmények között várakozhassanak. A labor a korábbi rendelő közvetlen szomszédságába költözött, mindössze egy ajtónyira a megszokott helyétől. A költözés ugyanakkor felújítási munkálatokkal is együtt járt. Szerencsére tudunk játszani, úgymond a rendelőkkel, és sikerült egy megfelelő helyiséget találnunk, egy olyan helyiséget, ami talán a pácienseknek sem lesz idegen, és tulajdonképpen a páciensek nem is nagyon fogják észrevenni azt, hogy a laboratórium elköltözött, hiszen tulajdonképpen majdnem ugyanazon az ajtón kell belépniük, mint régen. Igazából egy rendelővel költözött arrébb a laboratórium, a WC helyiség az maradt is ugyanott, tehát ha szemben állunk, akkor a jobb oldalról átköltözött a laboratórium, a vérvételi helyiség a bal oldalra. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi történt. Mint említettem, tehát a vizelet mintavételi helyiség az maradt is ott, ahol volt, viszont ehhez fel kellett újítani ezt az úgy mondom, hogy bal oldali helyiséget. Ezt a felújítást, ezt még az EUKFT kezdte el, most már intézmény vagyunk, és saját erőből sikerült is megvalósítanunk, még a gyermekorvosi rendelő kialakítására az önkormányzat biztosít forrásokat. Ha itt körbenézünk, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen ugyanazokkal a feltételekkel picit csinosabb, picit szebb, picit otthonosabb lett azért ez a laboratórium, hiszen hogyha hozzányúlunk valamihez, akkor igyekszünk jobbítani, javítani a körülményeken, mind a munkakörülményeken, mind azon, hogy a beteg, amikor belép az ajtón, akkor jobban érezze magát, hiszen biztos mindenki feszült, ideges, senki sem szeret annyira vért adni, ezt a feszültséget szeretük volna oldani azzal, hogy picit otthonosabban alakítjuk ki ezt a helyiséget. Remélem, hogy ez sikerült, és remélem azt is, hogy nem okoz fennakadást a laboratórium életében, hiszen mondom, nem egy jobb oldali ajtó lesz, hanem egy bal oldali ajtó lesz, ahol a pácienseknek be kell jönniük, de ugyanott kell várakozni, ugyanúgy történik a leletkiadás, úgyhogy semmilyen ilyen nagy változás a laboratóriumban, a működésben nem lesz. A püspökladányi lakosoknak továbbra is lehetőségük van igénybe venni az önkormányzat által támogatott várólistát, így csökkentve a várakozási időt. Egy hét alatt sikerült kiviteleznünk ezt a felújítást, tehát egy hétig most nem működött a laboratórium. Ez idő alatt felújítottuk a helyiséget, berendeztük, kialakítottuk a vizes blokkot, tehát teljes mértékben most már megfelel, illetve hát a kormányhivatal szempontjából is mindenféle minimum feltételeknek meg kellett felelnünk, ezeknek is megfelel természetesen az új helyiség.
A laboratórium működésében tehát nincsen semmiféle változás. Hogy mondjam el azt, ha már a laboratóriumban beszélünk, hogy a NEAC finanszírozott várólistánk az tényleg nagyon hosszú, de itt is felhívnám arra a figyelmet, hogy az önkormányzat által támogatott lista az továbbra is működik, tehát a püspökladányi lakosok számára, akiknek püspökladányi a lakcímkártyájuk, az önkormányzat biztosít egy speciális lehetőséget, az önkormányzat finanszírozza meg az ő laborvizsgálatokat, és így ők sokkal hamarabb sorra kerülhetnek, ez akár 2-3 hét is lehet, de hogyha a házi orvos úgy találja, indokolt esetben akár már másnap is elvégezhető a laboratóriumi vizsgálat. De itt hívnám fel arra a figyelmet, hogy a közhiedelemmel ellentétben a laboratóriumi vizsgálat az beutaló köteles. Tehát ugyanúgy, mint egy kardiológia, egy belgyógyászat, az orvos dönti azt el, hogy kinek van szüksége laborra, milyen laboratóriumi paramétereket kell lekérdezni. Tehát mindenkit arra kérek, hogy a házi orvoshoz menjen, a házi orvos tudja, hogy mi a rendszer, még ha ez így elsőre picit bonyolultnak is tűnik, amit én most így elmondtam, de minden házi orvos tájékoztatunk, és ők már használják ezt az új támogatott laborrendszert, ők tudják, hogy melyik beteg mire jogosult, és ők meg fogják tudni ítélni azt, hogy melyik betegnek mikor van szüksége erre a speciális ellátásra. Tehát meg tudok nyugtatni mindenkit, hogy mindenki az egészségügyi állapotához mérten meg tudja kapni a laboratóriumi ellátást, akinek esetleg hamarabb van valamilyen ok miatt szüksége, házi orvosát kell keresnie, akinek minden hónapban INR vizsgálatra van szüksége, természetesen ezután is soron kívül végezzük el ezeket a vizsgálatokat, tehát semmilyen változás nincs a laboratóriumi életében, de csak erre hívnám fel a figyelmet, hogy mindenki a házi orvosát keresse, hiszen a laboratórium beutaló köteles vizsgálat, és a beutalót ezt az orvos adja ki. A gyermekorvosi rendelő kialakításánál figyelembe kell venni a rendelés zavartalanságát, ezért a munkálatok nagy része hétvégén zajlik, tudtuk meg dr. Komoróczi Károlytól. A gyermekorvosi rendelő kialakítását, mint említettem, az önkormányzat támogatja. Első lépés az volt, hogy átköltözött a laboratórium, tehát ebbe az új felújított helyiségbe, és így most már szabaddá vált a leendő gyermekorvosi rendelő. Ennek a gyermekorvosi rendelőnek a kialakítása azért ütközik egy picit nehézségbe, hiszen biztosítanunk kell azt, hogy működjön a rendelőintézet, azért itt egy felújítási munkálat, az nagyban nehezítené a többi orvosnak a rendelését, illetve zavarná a pacienseket, hát itt a spórral jár, zajjal jár, többet ne is részletezzem, úgyhogy emiatt a munkák egy részét hétvégén kell, hogy elvégezzük, hogy a rendelőintézet életében és a páciensek betegellátásában ne legyen fennakadás. Úgyhogy az ajtó kialakítása és az ajtó a folyosóval való összekötése a rendelőnek, az a hétvégén fog most megtörténni. A városüzemeltető Kft-t kérte fel a képviselőtestület ennek a munkának a kivitelezésére, tehát ők fogják ezt végezni, és a város biztosítja hozzá a forrásokat. Ez egy szép nagy rendelő lesz egyébként, tehát a laboratóriumi helyiség az egy viszonylag nagy helyiség, úgyhogy tényleg mindenre jut benne, öltözőtől kezdve vizes blokkokig minden megtalálható benne, ami szükséges ahhoz, hogy megfelelő színvonalon lehessen ellátni a betegeket, és hát reményeink szerint majd egy harmadik gyermekorvost is sikerül majd tartósan leszerződtetni a városnak, és ismét három gyermekorvossal tud majd a város működni a betegek legnagyobb megelégedésére. Az új gyermekorvosi rendelő kialakításáról a későbbiekben is tájékoztatjuk nézőinket.